Szeptember 15-én fűtésre alkalmas állapotba helyezte berendezéseit a távhőszolgáltató, így hivatalosan is elindult a fűtési időszak. A megrendeléseket az elmúlt évek bevett gyakorlata szerint írásban a lakó közösség képviselőjétől várják. Az üzemviteli megállapodásnak megfelelően a szolgáltatás a külső hőmérséklettől függően kezdődik meg. Minden évben szeptember 15 és május 15 között tart a fűtési időszak. Ebben az időszakban kell nekünk rendelkezésre állnunk a fogyasztók részére. Most ebben az évben a hűvösebb májusi napok miatt ez egy kicsit kitolódott, így csak május végén tudtuk elkezdeni a szükséges karbantartási, beruházási karbantartási munkálatokat. Dr. Pályer Jánosné hozzátette, az előírt munkálatokat maradéktalanul sikerült elvégezni a távhőszolgáltatónak Nyíregyházán. Az előző szezon végétől kezdődően a hőközpontok és a távfűtési gerincvezetékek karbantartása, valamint azok szükségszerű cseréje is megtörtént. A szolgáltató arra figyelmeztet, érdemes a fűtési szezon elején átvizsgáltatni a fűtőeszközöket, hiszen a nyári leállás után gyakrabban lépnek fel műszaki gondok. Ilyenkor a fűtés induláskor előfordulhatnak olyan meghibásodások, hogy egy-egy radiátor nem indul be, nem melegszik meg, vagy épületekben egy-egy strangon nem indul el a fűtés. Ezt mindenképpen jelezni kell a 24 órában működő diszpécser szolgálatunknak, és mennek a kollégák, és ezt kijavítják. Valószínű olyan probléma van, hogy a radiátor szelep a nyáron leragadt, és ezt meg kell járatni, szelepbetétet ki kell cserélni. Fontos tudnivaló, hogy a megállapodásban foglaltaktól eltérő fűtés indítása vagy leállítása a szeptember 15-e és október 14-e közötti, valamint az április 15-e és május 14-e közötti időszakban kizárólag egy alkalommal díjmentes. Minden további, illetve egyéb időszakban igényelt, úgynevezett eseti rendelkezés térítés köteles.